Sziasztok! Más a képünket fogjuk elkészíteni. A mappából hozzátok a színeket, és adjátok hozzá az egyéni színekhez. A sötétet az kétszer, és a világosat pedig egyszer. A mappában még találtok 4 szelekciót és egy maszkot. A szelekciónokat a szelekció mappába, a maszkot pedig a maszkokhoz. Na most nyitunk egy üres 800x500-as lapot, és elkezdjük szűrők, meddi, vévilap 1-1. Maradunk a lineáron, lesz 1, 40, 45, bocsánat, és 20. És leokéztuk. Szűrők, elmosás, Gauss elmosás, 1,50 nem. Bemenjünk a szűrők, meddi, zortinti lesz be. Itten álljunk 300-tól 500-ig, húzzuk fel a skálánkat 500-ra és a mozaikra. És oké. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Ezt a réteget megkettőzzük. A vízszintes és a függőleges tükrözéssel átdobjuk, az átlátsztalanságát levesszük 50-re, majd egyesítjük az előző réteggel. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe. A BKG Designer SF10-4-be. Az instant tíle, hagyjuk ezt a beállítást, és apli. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Ezt a réteget megkettőzzük, a felső maradunk, szűrők, filter unlimited, a VM Extravaganza Holiday in Egypt, ennek a beállítása pedig lesz 104 és 82 és apli. Na most, lépjünk rá a háttérre, menjünk a kijelölés alakzat betöltése, és behozzuk a 11-10-est. Egy kicsit arrébb tesszük, mert így. Azt nézzétek, hogy itt lent 152 nulla legyen. Na most. A hátteren vagyunk, és ezt megkettőzzük. Felhozzuk felső rétegnek, és szűrők. Carolina Insensibility CS textúra, a ghostot levesszük nullára, és oké. Okay. Na, a következőkben behozunk egy réteg új üreset, töltsük ki az előszínnel, és hozzuk be a mappába, vagyis hozzuk be ezt a maszkot, a 18-11-et, oké. Okay. Szűrök, újra Carolina and Sensibility, a Dailiness, hagyjuk ezt a beállítást, 40 és 5, és leokéztuk. Szűrők, leképezés, kontúr 3D, egy 2-es és egy 50-es, bal felső, oké. Okay. És szűrők, leképezés, progresszív kontúr, egy 5-ös és a külsőnél benn van a pipa, és leokéztuk. Kijelölés, elrejtése. Visszalépünk az első réteg, hát ezt már egyesítjük az előző réteggel, így. Lépjünk vissza az első rétegre, vagyis most a középső, szűrők, Plugin Galaxy, Instant Mirror, és a Quadrant SE, és oké. Okay.
Újra rálépünk a háttérre, és kijelölés, alakzat, betöltés. Most behozzuk ezt a másodikat, a 11-10-1-et, így, és a háttérről pedig megkettőzzük. Megfogjuk ezt, és feltesszük, a felső rétegnek is lehet. Na, most menjünk tovább. Szűrők, újra Carolina and Sensibility. Az L dots lesz. Itt annyit csinálunk, hogy a felsőt tegyük fel 255-re, és oké. Okay. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. A beállításokkal adjunk neki egy árnyékot. Az lesz 5, 5, 50%, és a sugarat rakjuk 15-re, oké, okay. Árnyék egyesítés, és újra beállítások árnyékolás, most pedig mínusz 5, és mínusz 5, oké, okay. És árnyék egyesítés. Újra lépünk a háttérre. Kijelölés, alakzatbetöltés. Behozzuk most a 11-10-2-t, és ezt megkettőzzük. Így. Ezt a réteget felhozzuk felső rétegnek. Kijelölés, rétegkiválasztás. Kijelölés, összehúzás 10, oké, okay. Kihúzás és kitöltés, az lesz egy 2-es az előszínünkkel, leokéztuk, szűrők, leképezés, árnyék, mínusz 2, mínusz 2, 50, oké, okay. És szűrők, leképezés, újra árnyék, 2, és 2, és oké. Okay. Na most, kijelölés, réteg kiválasztás, kijelölés, összehúzás, 25, leokéztük. Kihúzás és kitöltés. Most 2-es, de a hátszínnel. Oké. Okay. Szűrők, leképezés. Progresszív kontúr. Egy 5-ös, de kivesszük a külső nél a pipát. Leokéztük. Kijelölés. Réteg kiválasztás, kijelölés, összehúzás, 50, így, szűrők, L és K, innen pedig a zita. Itt annyit csinálunk, hogy ezt a másodikat 5-re tesszük, a többi minden marad, és leokéztük. Szűrők, leképezés, kontúr 3D. Itten feltesszük egy 5-ösre és egy 50-es. Így. Leokéztük. Szűrők, leképezés, árnyék. 2-2-50, oké. Okay. És szűrők. Leképezés ugyancsak árnyék, most mínusz 2, és mínusz 2, és oké. Okay. Kijelölés elrejtése. Most pedig az első réteget egyesítjük az előző réteggel, vagyis a háttérrel. Szűrők, szimple,
Quicktille, Apli. Lépünk tovább. Kijelölés, alakzat betöltése. Most behozzuk a 11-10-3-ast, és szűrők L és K. Katarina, 4-0 ez marad, leokéztuk, és szűrőt, leképezés, progresszív kontúr, egy ötös, a külsőnek kivesszük a pipát, és oké. Okay. Kijelölés elrejtése. A mappából most behozzuk ezt a virágdíszt. Nyíljon ki, remélem ki is nyílik. Kijelölés, réteg kiválasztás, másolás. Ide beillesszük új rétegként, majd felvisszük legfeljűre, és hagyjuk így, ahogy bejött. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. A beállításokkal adjunk neki árnyékot, az lesz 5, 50%, és rakjuk egy 35-ösre a sugarát, oké. Okay. És szűrőt, bocsánat, árnyékegyesítés, és újra beállítások árnyék, most pedig mínusz 5, és mínusz 5, oké, okay. És árnyékegyesítés. Réteg egyesít minden réteggel. A virág már nem kell, ezért ezt becsukjuk. Kép, külső keret, egy egyest adunk az előszínünkkel, így. Kép, külső keret, egy kettest a hátszínnel. Kép, külső keret, újra egy egyest az előszínnel. És kép, külső keret, egy 50-es lesz a hátszínnel. Veszük a kijelölést, vagy a varázspálcát, belekattintunk itt az 50-esbe, szűrők, simple, quicktille, apli. Szűrők, elmosás, gauss elmosás, egy 50-nel, oké. Okay. Kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, egy 25-ös szélességgel, és a külsőnél berakjuk a pipát, és leokéztuk. Kijelölés, elrejtése. Következőkben behozzuk a mappába a csajt. Ezt a színűt innen töröljük. Így. Kijelölés, réteg kiválasztás, másolás. Ide beillesszük új rétegként. Szabad átalakítással, hát tegyük fel 120-ra, így. Megfogjuk, ide oldalra elhelyezzük. Szűrők, élesítjük. Mikrokontraszt 12-vel. A beállításokkal adjunk neki árnyékot. Az lesz 5, 50%, és a sugarat rakjuk 25-re. Oké, okay. Árnyék egyesítés. És újra beállítások árnyékolás, mínusz 5, és mínusz 5, oké, okay, és árnyék egyesítés. Csak kell már, ezért ezt is bezárjuk. Réteg,
egyesít minden réteggel, más nem marad hátra, mint hogy a képünket méretezzük 800 pixelre. Hát ennyi volt a mai leckénk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek köszönöm az eddig elkészített képeket. Egy nagyon kellemes napot kívánok nektek. A szignotokat helyezzétek rá a képre. Sziasztok!